Jó estét kívánok, Mészáros. Blanka junior, prima, díjas, egészen kiváló színész a Bóta Café mai vendége. Jó estét kívánok újra. Hát Katona József Színház, rögtön az iskola után, ott volt vagy 7 évig, és aztán áttendált a Radnóti Színházba, és fő szerepek tömkelegét játsza egyfolytában, és tényleg ilyen baromi tehetségesnek vagy számon tartva. Ez egyébként milyen volt, hogy már tulajdonképpen rögtön pályád elején, tehát hogy azért Szent Joannát, Zsandarkot játszani, ahol vinni kell magaddal a népet, és olyan karizmatikusnak kell lenni, hogy ihajla, azért ez keveseknek adatik meg, nem? Ilyen fiatalon. Talán, bár én így nem szoktam így számolgatni, meg nézegetni, hogy kinek mi adatik meg. Az biztos, hogy nagyon korán iszonyatosan nagy feladatok találtak meg. Egészen visszamenve az egyetemre, a Szász Jánossal dolgoztam egyetemben először Kecskeméti színházba. És az mi volt? A Liliumot, és Julika voltam, Julika. És ott még negyedéves voltam a Színművészeti Egyetemen, úgyhogy az volt életem első legnagyobb kihívása. És aztán is olyan sokra rá Szegede, Rómeó és Júlia. Igen. Tehát Szegedi, nem a színházban, hanem a nagyobb helyen Szegedi szabadtéri játékokon, Vecsei H. Miklóssal, ugye Rómeóként. Igen. Szóval ez azért... Hát nagyszerű, fantasztikus, nagyon hálás vagyok, és egyáltalán nem tudom, nyilván ezt az emberek belém látják, meg a teherbíró képességet, vagy a karizmát, vagy nem tudom mit, én pedig próbálok ezekkel a szerepekkel megbirkózni. Az már igaz, hogy egészen ugye Kiskunhalas. Igen, ott jártam gimnáziumba, de egyébként Kunfehértó. Kunfehértó, igen. Tehát akkor már Kunfehértón már azt mondogattad, hogy te ráncos komikus akarsz lenni. Így van. Amik egyébként a férfi, az öregedő táncos komikusokra szokták mondani, ez honnan jöhetett? Nem tudom, szerintem hallottam valahol a családban, biztos, hogy ezen nevetgéltek, vagy szórakoztak. Azt tudom, hogy édesanyám mesélte, hogy talán ilyen 7-8 hónapos lehettem, amikor fölhúztam magam a babaágyba, és elkezdtem riszelni magam. Nem mondod. De, és akkor... Onnantól kezdve elkezdődött, vagy elindult a lavina. És amikor felálltál, akkor a risza ment tovább? Hát ment a risza tovább, olyannyira, hogy 3 évesen már balettra beírattak édesanyámék Kiskunhalasra. 3 év. Igen. És Kiskunhalason milyen balett volt 3 éveseknek? Hát a Zsuzsi néni tanított minket balettozni, imádtam. Mindig ez volt a nagy mondás, hogy nyom meg a gombot, és kapsz egy libacombot. Ez arról szólt, hogy a spárgában minél inkább tartson szétfelé a lábunk, minél jobban húzzuk meg magunkat, vagy akár a testünket, ugye, ahogy állunk. Hát igazából szerintem tartást adott nekem meg az, hogy egy játék volt számomra, hogy felszabadult játék az, hogy én valami... Egyrészt kislánynak éreztem magam, mert hát igazából úgy születtem, hogy nem volt se hajam, se szemöldököm, se szempillám. Hogy? Hát így nem jött velem nem. Ez. Én egy ilyen kis meztelen béka voltam. Ne. De. És akkor hát hogy előbb-utóbb úgy kinőttek ezek a dolgok, most már azért csak látszódik belőle valami, de hogy úgy, mivel a bátyám volt a fiú nálunk, az elsőszülött fiú, ezért nagyon sok fiús játékot játszottam, ám mi voltunk a nagy dömperes csávók, és valahogy ez a balett, meg később... A dömperes csávó mit jelent? A dömperes csávó? Az, hogy tologattuk egymást egy ilyen játékdömperben az udvaron. De ráadásul mindig kellett felhúzni valami siskát. Aha. Vagy egy ilyen kis azt sapkát. Hát, hogy még jobban menők legyünk. Jaj. Ezzel játszottuk, meg hergeltük egymást, és persze tologattuk egymást neki, a kerítésnek, a fának, meg mindennek. Mekkora volt a korkülönbség? 2 év. Ja, hogy ez még nyilván, még mai napig is megvan. Úgyhogy a balett azért hozott belém egy kis tartást, egy kicsit lányosabbnak éreztem magam tőle, azt hiszem, meg hát ugye lányokkal balettoztam, nem is volt azt hiszem fiú közöttünk. Kiskunhalason, mindegy. Tényleg? Hát ez igen, de hát ez még jó régen volt. Hát ez nem most. Hát most már. Is kevesebben jelentkeznek fiúk a balettintézetbe, úgy tudom, igen, valószínűleg. De hogy úgy, ugye ezeket a szép kis tűszoknyákat felhúztuk, ott fehérbe tipektünk, és a szülők meg eljöttek fél évente megnézni, hogy Zsuzsi nénivel hol tartunk. És akkor lett színjátszókör, nem? Utána lett színjátszókör,
az a gimnáziumban volt, a református gimnáziumban, igen, a Szilády Áron gimnáziumban, Kiskunhalason, Lénárt Attila vezette, diákszínjátszó, elég jó, azt hiszem így visszatekintve, és akkor még nem fogtam föl, mert az is egy játék volt az osztálytársakkal, évfolyamtársakkal, de hogy igazából egy nagyon klassz csapat állt össze, meg nagyon jól összefogott minket az Attila, és egészen jó előadásokat hoztunk létre, csináltunk egy Gutspelt, meg egy képzelt riport amerikai popfesztiválra, ott voltam életemben először Eszter, akkor ott énekeltem a színpadon, tehát, hogy jöttek a kívások. Az is ment kapásba, a tánc mellé az éneklés? Hát nem mondom, hogy kapásból, egyébként magánénekre írattak be még a szüleim, 13 éves lehettem, vagy 12 éves, amikor elkezdtem. Hát azért nagyon sok mindent csináltam én, szolfésre jártam, zenét tanultam, fúrójáztam, zongoráztam, és akkor így jött valahogy a magánének is, és hát Hardi Horváth Mária tanárnő tanított engem 2 évig énekelni, úgyhogy azt a fajta biztonságot, vagy azt, hogy én akkor elmertem vállalni, hát egyáltalán úgy mertem színpadra állni Eszterként, ezt neki köszönhetem. Na nem, mintha a temérdek énekes szereped lenne mostanában, mert kifogták 2 olyan művész színházat, amiben hát ezt ritkán lehet megmutatni, nem? Igen. Jajzik. Az éneklés, hát nagyon szeretek énekelni. Egyébként egy karnyónét csináltunk, az ifja Vinyánszky Attila rendezte nekünk a színművészetén, 5 évesek voltunk talán, akkor karnyónéként volt 2 nagy számom, amit ott elénekeltem. Meg hát azért mondjuk a 10-ben úgy énekelgetek egy picit, vagy úgy szó. Ez Radnóti Színház Székely Csaba. Hát igen, mert ifja Vinyánszky osztályába, hogy akkor nem tanított, hanem együtt voltatok diák. Igen, osztálytársam volt. Tehát csak Marton László osztály. Így van, Hegedűs Dégéze és Forgács Péter voltak a mestereim. Igen. Úgyhogy végül is nekik köszönhetem, hogy bizalmat szavaztak, és hogy itt a pályán vagyok, azt hiszem, mert talán, ha nem sikerül elsőre, vagy úgy nem vesznek fel, nagyon sok minden terv volt még a számomra az életben, hogy mi mindent lehetnék. Micsoda, hát? Szerettem volna lenni gyógypedagógus, azon belül logopédus, voltam a Bárci Gusztávnak az ilyen alkalmain is, ahol ugye bele lehet nézni, hogy hogyan ez a nyílt napok, vagy nyílt oktatás. Akkor orvos akartam lenni, egy időben először azt gondoltam, hogy agysebész leszek, és akkor latinos voltam, meg bioszos. Nem tudom, az tűnt a legnehezebbnek, de hála Istennek ez csak egy ilyen romantikus képzelgés volt, mert ha most orvos lehetnék, vagy lennék, akkor lehet, hogy inkább szemész lennék. És ez mi? Mert gyerekkoromban, hát amellett, hogy kis csupasz béka voltam, amellett, hát kancsalnak is születtem, tehát így mindenből 2 láttam. Tényleg? Igen. De annyira? Hát úgy eléggé. És hogy ránézésre is látszott, hogy keresztbe? Ránézésre is látszott, igen, hogy keresztbe áll a szemem, és hát sokszor volt az, hogy így egy kilincset meg akartam nyitni, akkor mellé nyúltam, tehát hogy nem volt ez. És ezt hogy sikerült korrigálni? Úgyhogy baján megműtötték a szememet. Aha. 3-szor, egyszer rosszul sikerült, és akkor így kiakadt, vagy anya valami ilyesmit mondott. Hát akkor ugye még varták, meg szapták, akkor még nem ez a lézeres technika volt. És ébren voltál, vagy arra? Igen, csak mindig úgy hívtam, hogy megvakítottak. Arra emlékszem, hogy ugye elvettek anyától, mert persze jött az orvos, akkor én mindig elbújtam. A 3-4. Igen, és akkor... De láttad, vagy nem láttad, hogy mit csinál? Csak árnyékokat láttam. Az megvan, az minden megvan, hogy úgy elvesznek anyától, akkor elvisznek, de kedvesek, pici vagyok, fognak, hogy megvakítanak, vagy én úgy hívom, hogy nem látok, és akkor úgy egyszer csak úgy fekszem, és valamivel le vagyok takarva, és csak azt látom, hogy olló, nagy kés, körülbelül ennyit. Nekem mandula műtétet csináltak így, hogy az ülve ment egyébként, és hogy dumáltak hozzám, és hát persze mindent láttam. Igen, hát és azt hiszem, ebből kifolyólag jön ez, hogy úgy, valahogy úgy szemész lennék, én is szeretném, hogy... Hát erre szokták színészek azt mondani, akik így elmondják, hogy minden, hát akkor én most mindez lehetek, és hát végül is te egyébként aztán... igen, most minden lehetek. Hát de tényleg? Hát amit rám bíznak, az mind lehetek. Lehetsz Antigóné. Igen. A 10-be lehetsz
A tíz egyike, igen, ugye? A harmadik. És beszéltek arról, hogy semmit nem tartunk be a tíz parancsolatból. Igen. Ugye ennek a, egyébként erről teszem, a református gimnázium az jelenti azt, hogy te vallásos vagy, vagy nem? Én akkor konfirmáltam 14 éves koromban. Hát, hogy mindenki konfirmált, úgyhogy én is konfirmáltam a többiekkel együtt. Szüleim nem kereszteltek meg, ezt én döntöttem el, hogy... És, akkor ott... és miért? Hát azért mert mondom, mert... Igen, de nem. Legalábbis ilyen korban, aztán később már... De engem valahogy ez mindig vonzott. Valami, azt hiszem, valami nyugalmat találtam benne. A elsős már voltam. Miben? Ebben a körben, vagy ebben a szeretetben, vagy hitben, vagy barátságban, vagy minek nevezném, vagy számomra mit jelenti azt, amikor ilyen emberek, akik vallásosak, vagy érdeklődnek, vagy nyitottak ebben a hitkérdésben, akkor valahogy engem ez így behúzott. Nem mondom, hogy aztán én egy rendszeresen templomba járó ember vagyok, mert számomra nem ez határozza meg a hitem kérdését. De na, valahogy... De Isten hívő vagy? Igen. Uh-huh. Igen, és első éves koromban emlékszem, hogy valahogy ugye a baptisták sok programot csináltak akkor a faluba, és nekem az nagyon jól esett, hogy úgy énekelgettük ezeket a dalokat, beszélgettünk a létkérdésekről, hát mennyi 7 évesen hogyan lehet róla beszélgetni, de hogy ugye a Bibliáról. Ilyen játékos volt nekem, és valahogy ez a szeretet, meg ez a valahogy ez a vonzalom, vagy vonzódás ehhez a másik univerzumhoz, vagy nem tudom, minek nevezzük, az éghez, ez valahogy úgy mindig bennem volt. Hát egyébként a mise maga az valami nagyon teatrális dolog, hát, nem? Igen. Tehát azt nevezhetjük mondjuk a színjátszásnak egy bizonyos formája is volt régen, nem olyan, mint hogyha ebből indultak volna ezekből a liturgiákból, aztán a megszertartásokból ezek a... Hát a misztérium játékok, igen. Tehát, hogy valahogy, meg azt én nagyon szeretem, hogyha vagyok egy templomba, és a pap vagy a tiszteletes úgy tud beszélni dolgokról, hogy engem az vonz, meg kinyit bennem újabb kapukat, akkor én azt nagyon szívesen meghallgatom. És oda képzeledne te magad a szószékre, hogy te nem. is szeretnél itteni így? Nem. Nem, ez nem? Nem, egyáltalán nem. Az még eszembe se jutott sose. De szeretem, hogyha így moralizálunk, vagy úgy. Azt hiszem legutoljára, amilyen nagyon hatással volt rám az idő, mint fogalom, vagy ugye erről beszélgettünk. Vagy hát beszélgettünk, látod, én beszélgetésnek nevezem, mert hogy annyira bevonzott, vagy annyira érdekes volt, amit mondott, hogy egyből elkezdtem hozzá csatlakozni. De Istennel beszélgetsz? Hát szoktam, igen. Hangosan vagy magadban? Is. Inkább hangosabban szoktam. Igen? Tehát, igen. Hogy hangosan igen. beszélsz? Igen. Hát egymagam általában olyankor nincs. De mi? Senki. Miket? Hát azt nem mondom el, hogy mit beszélgetek a jó Istennel. Az a mi dolgunk. Na de a naplóm, mert ugye van egy naplód, ami állítólag mindig magadnál van. Hát... Már nem? Nem. A naplóm az már elszakadt tőlem. Na miért? Valahogy azt éreztem, amikor így visszaolvastam, vagy így felcsaptam a naplomat, hogy csak azt látom, hogy mindig ilyen negatív dolgaim vannak leírva, hogy mindig a fájdalmaim, hogy mindig a veszteségeim, és valahogy nem esett jó beleolvasni ebbe a naplóba is, és azt éreztem, hogy amíg én nem tudom leírni a boldogságomat is, addig én nem írok naplomat. De azt vajon miért nem tudod? Hát mert megélem valószínűleg olyannyira, hogy eszembe se jut. És a fájdalmat nem éled meg? Hát de valamiben menekülök, meg kapaszkodok, és a napló az egy kapaszkodás, az a jelenben maradás nekem, az, hogy ne akarjak egyszer csak átszakadni a múltba, vagy a jövőn aggódni, vagy pörögni, vagy zakatolni ezért, azért hívom a naplót. De az állítólag még előadás közben is, ha éppen ki tudtál menni az öltözőbe, akkor még akkor is beleírtál. Tehát, hogy annyira... Most nincs ez. Nincs. Most nincs. Na és milyen fájdalmaid voltak? Milyen fájdalmaim? Hát, biztos. Nagyon sok fájdalmam volt, és nagyon sok boldogságom is. Hát az egyik legnagyobb fájdalmam, én nem nagyon találkoztam halállal azelőtt, mert nagyon szerencsés voltam, hogy a két nagymamám még mindig megvan. A nagypapáim mentek el hamarabb, és azt hiszem,
az az egyik legfájdalmasabb pillanat volt az életemben, amikor a tatámat elveszítettem, az édesanyukám apukáját. Valahogy ő úgy, volt a tata, ő volt és a tata. Másik nagypapa. Ő pedig az apukámnak az édesapukája. Ja igen, de őt igen. Hogy hívtad? Imre. Ja, ő meg a papa. Ja, ő meg a tata, igen. Meg papa. Igen, Véletyházánél valahogy így hívjuk, hogy tata a papát. Aha. Ezért ő mindig a tata volt, ő pedig a papa. És mindkettőjüket nagyon-nagyon szerettem, mindkettő egyébként tűz és víz, mármint beállítottságában egymáshoz képest. Rengeteget tanultam tőlük, és valahogy nagyon... nagyon de mit? Mindent. Hát mondjuk a papámtól, ugye a papám volt közelebb hozzánk, ő lakik a faluba mellettünk. Aha. Közvetlenül mellettünk lakott ő, de a mama még mindig ott van velünk. Igazából ők voltak azok, akik mindig vigyáztak ránk. Tehát, hogy ugye anyáik tanárok voltak, és a legtöbbet, ahol a legtöbb időnket eltöltöttük, az a papa volt, meg a mama háza igazából, amit mi bunkinak, a bunkeren át, a góréba mászáson át, a különböző ilyen zöldségek, nem azt mondom, hogy termesztése, de azt, ahogy ők ebben kiszolgáltak minket, és ezáltal mi is részesei lettünk az, hogy ugye ők igazából a papám miután rokkan nyugdíjas lett, így otthon a földműveléssel foglalkozott a kertbe, és nagyon sok mindent tanultam tőlük, meg igazából mondjuk a papától, az egyik papámtól azt a hallgatást tanultam meg, ő a hallgatás nagymestere, rengeteget tudott hallgatni. Szóval miért jó? Nem tudom, engem szerintem csodálatos, amikor valakinek van egy olyan tartása, és látod, hogy folyamatosan véleményt formál, és sok mindenről gondolkodik, de nagyon sokszor megtartotta magának, és csak úgy létezett mellett. Szóval az egyik nagymamád mondta, nem, hogy az már valami, hogyha pozitívan tudsz magadban lenni. Vagy valami ilyet, nem rémlik? Már valahol ezt olvastam, nem? Igen, dehogy nem. Azt a Lövei mamám mondta azt, hogy addig nincs baj, amíg saját magammal szóba állok. Na, igen. A tatám pedig, hát ő pedig egy ilyen nagy romantikus elképzelés volt számomra, ugye babettával járt, egy sárga babettával, aminek iszonyatosan zörgött a rendszere, és hát tudta, hogy a görögdínya az én gyenge pontom. És általában úgy jött haza, hogy hárommal is hozott, kettőt hátul, egyet meg a lába között fogadtam babettán. Mind befaltad? Hát úgy egyet be, teljes egészébe. Gyerekkoromban, igen. Pedig az úgy nagy, mert nagyon hatalmas. Hát semmi más nem ettem. Tényleg? Azt, igen. Az volt a mai napig a kedvenc gyümölcsöm. Na igen, és volt nekik egy tanyájuk. Aha. Ahol Kiskunfélegyházán, ahol mi rengeteget játszottunk unokatestvérekkel együtt. Ez a másik. Szóval, hogy igazából a gyerekkoromból ez a két helyszín van meg, az egyik papáméknál és a tatáméknál. És akkor az volt a nagy fájdalom, amikor ők igen, meghaltak? Igen, mindkettő. Viszonylag hamar egymás? Nem, a tatám volt, utána majd 10 év eltelt, mikor jött a papa. Csak a tatát ritkábban láttam, már az utolsó időszakban, mert Félegyházán lakott, és Kecskeméten volt kórházba, ezért ritkábban tudtuk látogatni. A papa viszont ott volt velünk, és olyan nehéz elfogadni azt, hogy az az életerős ember, aki mindig erősebb nálad, aki mindig jobban tud nálad mindent, és tele van életigenléssel, egyszer csak elmegy a fény a szeméből. És igaz, hogy... egy barackfa közvetlenül a halála után. Kettétől? Igen. És akkor ezt te kvázi ilyen misztikus jelnek fogtad az, fel. Az teljesen hogy biztos vagyok benne. Utána ment a barackfa. De hogy tört ketté, hogy nem is volt vihar semmi? És nem, ez... te mindig csodálatos termést hozott, tehát roskadozott a baraszt, az őszi barackfáról van. Szóval egy fehér húsú, meg egy sárga húsú volt, és mindkettőt a papa ültette a kertünkbe. Aha. És nem is tudom, hogy a másik már elpusztult-e addigra, de tényleg, hát már öreg is volt, meg annyi termést hozott, hogy egyszerűen nem bírta tovább, és mikor elment a papa, akkor ketté tört. És azóta meg már teljesen elpusztult. Az hogy alakult úgy, hogy te végül is már Budapesten fejezted be a gimnáziumot? Igen. Kodály Zoltán gimi, és ha minden igaz, akkor a hugod, mert hugod is, ugye? Igen, hugam is van. Akkor valami szép kvázi búcsúlevelet írt neked, amit meg
találta a fogmosó poharad mellett. Így van, pontosan. De az a mai napig megvan. Igazából arról szól, hogy mi örökké ott leszünk egymásnak, bármi érjen minket. Ő és én. És így van? Így van. És mit írt? Ja, ennyi? Igazából, hogy vigyázzak magamra, ezt az ő humorával fogalmazta meg, hogy hogyan védekezzek a nagy budapesti élet ellen, és azt, hogy nagyon vár engem haza. És hogyan védekeztél? Hát úgy, hogy szerintem akkor szerelmes lettem egy fiúba. Úgy, jó módszer. Úgy védekeztem, hogy... Hát a rendes a csávó, ha nem, akkor nagy peg. Úgy védekeztem, hogy... Rendes pasi volt? Rendes volt. Na, és akkor maga a színmű? Igen, aztán jött az a színművészeti egyet. Én nagyon szerettem, igen, én rengeteget tanultam ott is. És nagyon sokat köszönhetek az osztálytársaimnak is, meg igazából a mestereimnek is, ami szerintem nagyon fontos, hogy minket igazából mindig azt mondta a tanár úr, hogy nem csak színészeket képez, vagy nevel belőlünk. A tanár úr, ez most Marton László? A Marton tanár úr, igen. Hanem a maga a színház szeretetére. És valahogy ez tényleg összefoglalta az egészet nekünk. Mindig megmosolyogtak minket az évfolyam társaink nem voltak, de hogy az egyetemen a más osztályokból mi voltunk a kellék osztálya. Marton osztálya kellék osztálya. Az már miért? Hát mert mindig egy jelenetet körülbelül 5 percig rendeztünk be, csak azért, hogy összepakoljuk mindenféle kellékkel, majd aztán a jelenet végén ki. És ehhez képest a többi osztályban mindig ilyen csupasz vizsgák voltak akkor, hogy csak a színész számít az, ami, ahogy te ott vagy, és nem kell ahhoz egy kellék, meg egy fény, meg valami, mit tudom, csuromvizesen bejönni, hogy te meg tud oldani, de mi mindig kipróbáltuk. De ez a Martonból jött? Ez a Martonból jött. Igen. Aha. Igen, többször volt az, hogy igen, azt mondta, ami fontos, amitől mi azt érezzük, hogy ez megvan, az mind legyen körülöttünk. Ami a Vixiászban dolgozott, ott volt pénz a kellékre, meg a díszlet. Gondolom. Tehát és mindent magunknak csináltunk, mindig a hangosítást, a fényt, a kellékeket, a ruhákat, tehát hogy úgy az... Mi, és egymásnak is segítettünk a jelenetbe, tehát ez mindig arról szólt az összes vizsga, hogy egymás jeleneteit is kellékeztük, hangosítottuk, világosítottuk, tehát hogy egy ilyen nagyon, nagyon jó csapat voltunk. Igen, ne csak színész legyél, hanem tanulj meg mindent a színházból. Mit szóltál, ami színművészetivel történt ahhoz? Hát iszonyatosan fájdalmas, mert nyilván az az én alma máterem vagy, hogy ebből a szempontból én nagyon sokat köszönhetek az ott tanító művészeknek, meg a tanáraimnak, és nagyon, nagyon sajnálom, hogy ez harc, vagy nem is tudom, ez így elharapózott, és igazából az lett a forgatókönyv, ami lett. Olyan jó lett volna, hogyha sokáig létezett volna ez a konszenzus, vagy nem tudom. Tehát, hogyha valami újnak kell jönnie, akkor az legalább össze legyen hangolva valami olyan rendszerrel, ami működőképes. És közös megegyezéssel, de hát nyilván ilyen lehetetlen valószínűleg. Vagy én azt képzeltem, hogy nem lehetetlen, de lehetetlen volt. És az, hogy elmentek, az is fájdalmas, mert olyan sok jó szakember, hogy igazából az generációnak, az újabb generációnak mind szüksége lenne rájuk. Tehát azt hiszem, hogy bőven lehet tőlük mit tanulni. Nem, mintha a mostaniaktól nem lehetne, csak ezért mondom, hogy... Ezt mennyire bírod, hogy mindenbe beférkőzik a politika? Gyűlölöm. Én ezt gyűlölöm. Szerintem ez Magyarországon olyan jó hely egyébként Magyarország. Meg igen? Igen, szerintem nagyon, és Budapestet is imádom, vagy nagyon megszerettem az elmúlt 14 évben, de ez, ami bennünk van, vagy ez az örökös feszültség, és ez a nem tudom, ellenségeskedés, ez borzasztó. Ez kibírhatatlan. Ez bennünk van? Ezt nem gerjesztik? Az már mindegy, de már azt érzem, hogy kódolva van, már saját magamon is érzem, hogyha olvasok egy szalagcikket, már véleményezem, már elpakorom valahová. Hát ez őrület. És nem lehet úgy beszélgetni bármilyen témáról, hogy az ne forduljon át politikába, vagy ne legyen átpolitizálva az egész.
Hát most a junior prima díj, ami ugye neked van, például akörül is volt egy jó igen. kis perpatvar, hogy hát jó igen. kis nehezen nevezhető annak. Ahhoz mit szóltál, ugye? Tehát, hogy az, hogy Vilmányi Bennet, aki megkapta, végül nem vette át, mert ugye azt mondták neki, hogy ne politizáljon, ő meg valamit akart, és akkor végén nem. És akkor itt is rögtön két pártra szakadt mindenki, tehát volt, aki fel volt háborodva, hogy nem veszi át, hát igen. még pénzzel is jár, miért játssza meg az agyát, és volt, aki meg ezt egy politikai húde karakter kiállásnak igen. vette. Ugye 25-en alá is írták junior primadíjasok, hogy hát ők elítélik azt, hogy nem vette át. A te neved nem volt rajta, ez véletlen? Nem. Mert? Mert én nem akartam aláírni azt a levelet. Egyszerűen azt éreztem, hogy az a nehéz, úgy átfogólag az egészről, hogy mit gondolok, azt hiszem történt ott valami az ünnepségen, én nem voltam ott. Én csak szóbeszédből tudom, hogy mi lehetett, meg azt, amit aztán az újságírók kihoztak onnan, vagy később megkérdezve a Bennettet, ugye egy pár kérdésre válaszolva. Végül is nem került nyilvánosságra, hogy tulajdonképpen mit mondott. Hát meg úgy mi történt, vagy hogy úgy az egész nyilván igen, nagyon... Hogy, és az se egészen konkrétan, hogy végül is mit mondtak neki előtte. Igen, mondjuk engem sose kért meg senki, hogy ne politizálj, vagy ilyen még tőlem nem jött. Igen, de te nem is vagy az, tehát úgy rád mondjuk nézek, vagy... és azt mondom, hogy igen. neked ezt nem kell mondani, mert magadtól nem fogsz belecsapni a lecsóba, nem? Hát nem, valószínűleg nem. Ha megkérdeznek, akkor elmondom, de valószínűleg magamtól nem. Hmm. Vagy még nem jött el az a pillanat. Érlelődik? Nem, most nem érlelek tehát sem. Tehát el tudod magadról képzelni, hogy mondjuk, hát végül is játszottad zsandárkot. Igen. Hát el tudod képzelni magadról, hogy odaállsz egy tüntetés élére, vagy mint tudom én, Fullajtár Andrea, te konferálod a tüntetést, vagy valami. Tehát mondjuk, ha valamivel egyetértesz, és netán megkérnek, akkor ezt el tudod képzelni, vagy ez tök lehetetlen? Azért nehéz a kérdés, mert örülök, hogyha a saját tetteimért és a szavaimért felelősséget tudok vállalni. Szerintem ma már az is nagy dolog, hogyha valaki felelősséget vállal saját magáért. Mm-hmm. És nekem ezzel mindig az a problémám, hogyha elindul egy tömeg, és annak a tömegnek te az élén állsz, de abban a tömegben egy csomó minden más történik, amire nem látsz rá, vagy nem tudom, akkor valahogy ez kontrollálatlan lesz, és irányíthatatlan. És számomra ez valahogy ez a felelősség vállalás ez ebből a szempontból egyel nehezebb. Én is szeretek, ki szeret tüntetésre járni, nem szeretek, de valamikor muszáj mennem. Igen. És valamikor azt érzem, hogy muszáj ott lennem. Nekem is muszáj, belülről van egy erős késztetésem, meg muszáj támogatnom ezt az ügyet. Ha így tudom, akkor így. De van olyan, hogy mellettem olyanokat kiabálnak, amivel meg egyáltalán nem értek egyet, és akkor olyankor mi történik? Akkor mi van? Például. Na és pont valahogy a junior primánál is azt éreztem, hogy én igazából senkit nem akartam, senki fölött nem is akartam ítélkezni, és nem is ez volt a dolgom, hanem megkérdeztek, hogy aláírom ezt a levelet, és azt éreztem, hogy bizonyos pontjaival nem tudok egyetérteni, vagy legalábbis nem voltam ott, nem beszéltem annyi emberrel, és tudom, hogy hirtelen kell valamire reagálni, de én erre most nem tudok így reagálni. Tehát nem tudom aláírni azt a levelet. Jó, hát ezt én értem. Na de ha most úgy azt mondod, hogy nem tudná egy tüntetés élére állni, akkor mondjuk a Szent Johannát azt hogy jött? Tehát az miből jött? Hogy, mert ott az erről szól, hogy te ott mész a világ ellen, és azt akarod, hogy utánad menjen mindenki. Így van, de ezért csodálatos, mert hogy a Johannában is történik ott egy nagyon nagy törés egy idő után. Tehát, hogy egy idő után, amikor az öldöklés már ahogy egy maga marad, és felmorzsol igazából maga körül mindenkit, és teljesen egyedül marad egy olyan ügyben, amit már ő maga se lát át teljesen, hogy miért is indult el ez pontosan, de majd Isten megmondja, és józan érvekkel próbálják rábeszélni, akkor ott benne is megtörik valami. És megtörik igazából, elkezdi megkérdőjelezni önmagát is, az Istent is,
Tehát, hogy igazából az egész dolog, ami történt vele, az eljut egy olyan pillanatra, amikor penge élen táncol a józanság és az őrültség között, hogy minden, amit véghez vitt, vagy amit csinált, az vajon indokolt volt-e? Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy ember után így menjenek a többiek? Számomra mi kell? Ki után tudok menni? Inkább azt tudom mondani. Biztos, hogy kell intelligencia. Azt hiszem érzelmi és értelmi intelligencia is együtt, meg egy olyan karizma, egy olyan hang, amit valahogy, amihez én kapaszkodni tudok. Egyszerűen, ami megszólít, amire azt érzem, hogy most muszáj mennem. Uh-huh. Tehát ez... Rendezőben is van ilyen? Van. Igen, én szerencsés vagyok. Én sok jó rendezővel dolgoztam. És van olyan, hogy persze, hogy bízom benne. És amikor még Schilling Árpád azt mondta neked a Faust próbán, hogy nosza, akkor itt majd tök messzelen kell lenni. Hát nem volt ilyen. Kézzel, de nem. Én ezt nem is tudom, nyáron tudtam meg, hogy a Faustot fogjuk próbálni, és jóval a próba folyamat előtt leültünk beszélgetni, és szerintem mindenkivel leült beszélgetni. Aha. A darabból. De külön-külön? Külön-külön. Aha. Igen. Tehát... Jaj, ezt nem szokták, nem? Hát igen. De van akinek így megy a módszere, és ez igazából már eleve egy bizalmi állapot. Mm-hmm. Azt hiszem, hogy erről lehet beszélgetni. És felvetette azt, elmondta, hogy hogyan képzeli az utolsó képet, hogy hova, szeretné, hogy hova jusson el a Margaréta, hogy mi minden szakadt fel abba az utolsó jelenetbe, és mondta, hogy igen, szeretné, hogyha ehhez a testemet adnám, úgymond mesztelen lennék. Az a teljes mesztelensége nem értettem egyet, valahogy, nem értettem egyet, de mert valahogy úgy... érezted, hogy arra nincs szükség az előadásban? Talán nem is volt szükség. Igen? Most így, hát úgy visszanézve nem, mert szerintem így is működött, vagy volt olyan ereje annak a jelenetnek, hogy igazából ez nem volt egy kényszer, beszélgettünk róla, és azt, hogy ezt így elültette, igazából bennem ennek az ő gondolatait, vagy az érlelődjön, ő... Érlelődjön. Elkezdtük próbálni, már próbáltuk legalább egy 4 hete, és az utolsó jelenetet sose úgy, hogy na most akkor vedd közzé le, és akkor úgy próbálunk egy jelenetet. Ilyen sosem volt. Aha. Én mindig ott a kis pizsamámba próbáltam, így is elég nagy teher volt rajta a Máté Gábor és a Kulka János mellett. Hát azt hittem, hogy megnyílik alattam a föld, annyira izgultam. Hát elképesztő katarzis élmény volt egyébként az összes próba velük. És próbáltuk, éreztem, hogy nem megy, valami nagyon hiányzik ebből a jelenetből, nem tudom mi, nincs meg az iránya, nincs meg az energiám, nem tudok határt átlépni, és akkor az egy első összpróba előtt talán, vagy nem tudom, mondta az Árpád, hogy most nem fogja megállítani. Akármi történjék, nem fog megállítani semmit, itt már világítás volt, meg jelmez, meg minden, és hogyha szeretnék kipróbálni valamit, azt most kipróbáltam. Ravasz. És én kipróbáltam, és hát valami nagyon nagy élmény volt nekem. Hirtelen minden a helyére került. Hirtelen minden mondatomnak ott volt a mélysége, de én is benne voltam az összes mondatomban. Tehát nem éreztem magam, hogy így lötyögök a szerep meg a Blanka valahogy így nem találkozik, hanem mint hogyha ott egyszer csak összetalálkozott volna abban a pillanatban, hogy mikor leültem a kis bugyiba a sarokba, és elkezdtem mondani, hogy kurva anyám az ölt meg engem. Azt hiszem, így kezdődött az a 8 sor az elején. De hogy igen, ott hirtelen minden összeállt. És akkor utána ez így maradt. Na, és akkor egyszerre csak lett Radnóti Színház, és úgy fogalmaztad, hogy a katonában sokszor azt érezted, hogy teljesítened kell. És hogy a Radnóti az azért volt neked jó, mert ott valahogy felszabadultál. És akkor már azt érezted, hogy úgy igazán játszol. Hát azt hiszem, hogy
ha ezt a teljesítést biztos úgy értettem, hogy nagyon meg akartam felelni. Azért egy annyira erős színház, tele csodálatos színészekkel, rendezőkkel, hogy mindig valahogy küzdöttem, hogy talpon maradjak, nem minthogyha egyébként ne lenne így egy másik helyen, és rájöttem, hogy ez nem a hely határozza meg, hanem bennem van ez a szörny, vagy ez a valami, igen, amit abba, én le akarok küzdeni. Azt is mondod, hogy önbizalomból még fejlődnöd kell. Így van. Abból valószínűleg én ilyen típusú ember vagyok, hogy abból úgy mindig fejlődhetek egy picit, de azért... De hogy úgy néte, tehát eljátszod, és akkor tudom, hogy utána általában kerékpárral haza, és akkor közben ott jár az agyat, hogy na, mit tudtam el, ma nem voltam igazán jó, és mi, igen? Nagyon. És ettől főleg a pálya elején, hát mintha most már nagyon, nagyon a közepén vagy a végén tartanék, de hogy az első években, amikor mondjuk a Sirályt próbáltuk az Asher Tamással Katonába. Abban Nyina voltál véletlenül. Akkor teljesen meg voltam bolondulva, hogy nem megy ez nekem, hogy nem vagyok elég jó, hogy mi, és ostoroztam magam. De ezt a Ser is mondta, vagy csak te érezted? Hát én éreztem leginkább, és szerintem, amikor az emberek érzik azt, hogy nem vagyok összhangba saját magammal, és nem tudok megnyílni, és nem tudok magabiztos lenni abba a gondolataimba, ami egyébként azt gondolom, hogy jó, akkor ezt mindenki érzi egy idő után. Aha, de mi nem ment? Hát nem tudom, nem azt érzem, hogy nem tudok megállni normálisan, nem tudok normálisan beszélni. Minden bajom volt magammal. De ez biztos a magánéletemből is jött, mert valahogy nem találtam éppen a helyemet, vagy az is lehet, hogy megijedtem a feladattól. Ugye sokszor van, ahogy az ember azt hiszi, hogy fú, akkor most egy nagyon nagy szerep lesz, ezt most nagyon el kell játszom, holott, ha ezt elengedi az ember, hogy ezt most nagyon, akkor utána egy csomó meg tudod magad ajándékozni. Na, de a magánéletedben olykor, hát tulajdonképpen szakmabeliek. A Wunderlich József volt ugye az első, igen, az első férjed, és aztán Kovács K, vagy az K? Kovács. K. Kovács. Igen, rögtön tudtam, hogy nem jó helyre teszem a K-t. Ákos, ugye, igen, aki pedig operatőr, tehát ő sincs azért oly messze a szakmától. Nincs. Tehát, hogy és egy kiváló színész papája van Szabadkának, Kovács Frigyes, hogy ők nem jelentettek kontrollt. Hogy visszajelzést? Igen. Tehát, hogy nem volt az, hogy beül a premierre, ne adj Isten a Kámá valami próbára. Mert van, aki szereti, van, aki kitiltja a hozzátartozót, ugye? És akkor valamiket dumáltok otthon. Hát mindig beszélgettünk. Józseffel is nagyon sokat beszélgettünk a szerepeinkről, meg az előadásainkról. Meg hát Ákos is eljön azért megnézni a premier alkalmával. Eljön azért, miért úszolni kell? Nem, de én nem vagyok az, aki kötelezi. Szóval én azt szeretem, ha akkor jön, amikor ő akar jönni színházba. És ez mitől függ? Hát, hogy egyszerűen nyitott-e arra, vagy kész, vagy hogy az a nap például hol tart az életébe, hogy vágyik-e arra, hogy most éppen nézze a feleségét a színpadon. Ahogy... És olyan nincs, hogy te mondod, hogy na majd a tizediken inkább, mert jobb de lesz van olyan, ez még. Hogy van olyan, sőt a szüleimnek szoktam mondani, hogy eleinte mindig azt éreztem, hogy ezen, hát ez egy ilyen, megtisztelem őket azzal, hogy a... Hogy premier. Igen, hogy a premierre jönnek. Aztán rájöttem, hogy azzal tisztelem meg őket, hogyha akkor nézik meg, amikor már ment az előadás, és egy kicsit beleszoktunk, meg belejöttünk. De te is az a típus vagy, ugye Töröcsik Mari mondta mindig magáról, hogy ő premierem még soha nem volt jó. Vagy azért ez nincs így. Nekem inkább azt mondanám, hogy van olyan szerep, ami kész. Vagyis nem azt mondom, hogy teljesen kész lesz, de megvan a premierre, és azt érzem is. És van olyan, amikor meg még azt érzem, hogy még dolgozok. Én tudom, hogy mit csinálok, van már egy szint, nyilván az alá nem fog menni, meg nem lesz azért nézhetetlen, de még dolgom van vele. Inkább ez van. Aha. Hogy nagyon sok dolgok. Hát, mert mi kritikusok gyakran azért premierre megyünk, vagy utána való egy-két előadásra, mert illik is viszonylag hamar megírni, ugye? Aztán volt már
többféle élményem, hogy megnéztem jóval később, és egy tök szana szétesett, egészen minősíthetetlen dolgot láttam, de a fordítottja is. Igen. Tehát például pont a Sett Tamás Ivanovjával voltam úgy, hogy megnéztem a premiéren, hát annyira azért nem. És akkor láttam, hogy megy a világba jobbra-balra, ide-oda-amoda, és akkor megnéztem az utolsó előadást, és mondtam, hogy te úristen. De ahhoz kell az a Ser, aki ugye rendszeresen ott van, és állandóan karban tartja az előadásait. Igen. Nem? Hát, de abszolút így van. Én azt hiszem, a legutolsó Ivanovot láttam, és arra emlékszem. Hát ez fantasztikus volt. Hát én vagy 30 percig zokogtam utána, amikor jöttünk. Legalább 30 percig. Nem voltam magamnál. Nem tudom, valamit nagyon feltépett bennem. Nekem nagyon... De ilyen van saját előadás után is, hogy fú, ezt most nagyon elkaptad, bemész az öltözőbe, nem tudsz hazamenni egy ideig, és ott mondjuk bömbölsz? Hát van olyan, hogy valami, azt érzem, hogy ma valami már nagyon megszületett, és megleptem saját magamat is. Ugye általában mindig az az izgalmas, amikor egyszer csak azt érzem, hogy... egy újabb Blanka, vagy egy valami olyan szerettel találkoztam, hogy ilyen is. Tehát ez is kijött belőlem, amit nem is gondoltam magamról. Ilyen is van, akkor valóban... Na mondj egy ilyen példát. Hát, igazából nagyon sokszor ez próbán történik meg, mert valahogy az előadás, az sokszor egy, hát az már egy kontrollálta folyamat, vagy legalábbis akkor már fixálva vannak a dolgok, meg van a kressz, és úgy nagyjából mindenki tudja, hogy mifelé tart, de egy próbában nagyon sok minden belefér, és nagyon sok mindent keresgélünk, és az a keresgélésnek az időszaka, az tele van ilyen élménye és meglepetéssel, és hát ilyen volt például az egyik olyan élményem, ez csak azért mesélem, mert nem volt benne a Johannában. Mm-hmm. Hogy emlékszem, hogy ott volt ez a hatalmas nagy kardom, ami egyébként nagyon nehéz volt, és egyszer csak valami olyan mentális állapotba jutottam, és folyamatosan ugye azzal hergeltek ott a papok, püspökök, hogy boszorkány meg boszorkány, és nem felejtem el, egyszer csak ráültem arra a kardra, és szinte így elkezdtem vele így szállni, repülni, és elkezdtem rátenni még egy lapáttal, hogy igen, én egy boszorkány vagy, vagy nem tudom, és akkor valahogy így, mindegy így felszakadt, vagy felszabadult valami, és akkor ilyenkor ezt valahogy megérzik a partnerek is, meg a rendező, és aztán persze az, hogy ez része az előadásnak, vagy sem, az egy másik kérdés, meg azt majd eldönti a rendező, de hogy akkor is valami fölszakadt, vagy ennek az őrületnek, vagy ennek a folyamatnak eljött talán az első lépcsőfoka, vagy egy olyan artikulálatlan válasza bennem, válaszadás erre az őrültségre, amit még nem láttam. Uh-huh. És Antigóné, ott is elő kellett jönni a dolgoknak, hát, nem? Mert azért az is egy nagyon karizmatikus, ellentmondást nem tűrő nő, egyszer maga megy szembe, ő is a világgal. A tesója fölajánlja, hogy segít neki, de köszöni nem kér, én megyek. Igen. Hát mondhatjuk úgy, hogy ezzel még úton vagyunk. Igen? Abszolút. Vagy hát én úton vagyok vele, és szerintem a nagyon hányattatott sorsa volt a próba folyamatnak, mert szinte az összes kollégám covidos lett benne, ráadásul mindenki egymás után. Aha. Tehát így szépen csepegtetve volt ez, és nagyon keveset tudtunk együtt próbálni. Mm-hmm. És valahogy évad vége felé, már így a nyárba, valahogy nem tudtunk, vagy azt hiszem, hogy még nem találtuk meg a mi igazságunkat, vagy a mi teljes állításunkat, úgyhogy nagyon várom, mert nem sokára előveszik. De mit nem? Én egyébként erre az előadásra azt mondom, hogy soha rosszabbat. Tehát én ezt kimondottan szeretem. Pedig a premiérrel láttam. Én érzem, hogy nekem még van vele dolgom, akkor inkább így mondanám. De megfogalmazható, hogy mi hiányzik neked belőle? Hát, hogyha nem akarom összehasonlítgatni, de hogyha egy nyilván egy Zsandárk után egy Antigónénál felmerül az, hogy ne legyen ismétlés. Ne ismételjem saját magamat. Hát annyiban nem ismétlés, hogy itt nem akarod, hogy menjenek utánad, mert itt pont nem igen. akarod. Igen. De igen, abban, hogy a világ ellen, abban mindenképpen. Igen, és valahogy azt érzem, hogy
hogy még van egy-két megválaszolatlan kérdés, amit még meg kell, hogy válaszoljak magam. Most nem tudom így megfogalmazni. Majd két hét múlva. A két hét múlva. Igen. Jó, kösz. Igen. Oké. Okay. Na és akkor ott van még a 451 fok Fahrenheit, ami egy nagyon több évtizeddel ezelőtti az a regény, meg a belőle készült nagyon erős film, amiből ugye most színdarab lett itt nálatok, de hát egy nagyon eldurvult világ, és az ember itt nagyon azt érzi, hogy aláment a történelem. Ugye ott arról szól, hogy könyveket már nem lehet otthon tartani, meg sehol, mert egyáltalán a könyv, a szabad szellem, ami a könyvben van, az már ugye hát üldözendő, nehogy már valaki gondolkodjon. És ez most sajnos úgy tűnik, hogy ez fölöttébb aktuális, és amíg könyveket nem is égetnek, mint a darabban, de hát ugye azt már láttuk, hogy ne áruljunk egy olyan mesekönyvet, amiben mondjuk homoszexualitásról is szó van, és ezt vonjuk vissza a könyvesboltokból. Szóval, hogy ehhez mit szólsz? Tehát, hogy igazából mit szólok, vagy hogy... Hát, hogy egy ilyen világ van, és amit nyilván nagyon nehéz hát tulajdonképpen ezt kizárni. Tehát, hogyha akarod, akkor sem megy, de azt se tudom, hogy mennyire akarod. És eljátszani is nehéz, hogy itt muszáj élnünk bizonyos szempontból borzalmak közepette, miközben nagyon szereted ezt az országot, ahogy én is. Hát mondjuk, ha avval akarok reflektálni, amit mi csináltunk, vagy hát a Nagy Péter István, Pepe, rendezett nekünk, igen. Igazából ő egy játékos világgal és véglényekkel is, és hogy mondjam. Tehát... Kicsit karakterisztikus, sokat lehet nevetni is, tehát nem arról van szó, hogy nyomaszt, és döngöl a földbe. Igen, valahogy nyilván volt egy ilyen humor, ami így hömpölyög végig a darabon keresztül, és ennek a Montág ugye a főszereplője, vagy a regény főhőse az, aki igazából elkezd foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, vagy ezekkel a felvetésekkel, hogy van-e értelme egy olyan világnak, ahol nincsenek könyvek például, vagy már nem lehet olvasni, vagy nem lehet gondolkodni, vagy nem lehet szabadon véleményt fogalmazni. Hát nagyon remélem, hogy azért ez a világ még messzebb van tőlünk, mert azért egyelőre itt ülök veled, és bizonyos dolgokban megfogalmazom, vagy legalábbis megpróbálom a véleményemet. Hát de van, amikor kimondottan kegyetlent kell, tehát mondjuk például a Don Carlosban, ugye? Igen. Nem? Hát, hogy az is egy nagyon kegyetlen világ egyébként, az is szó szerint gyilkol, öl minden. Az mi? Azt nem tudom, honnan szeded elő magadban, mert látszólag ilyen jótét lélek vagy. Szóval, hogy azt honnan szeded elő, amikor mondjuk agresszió kell, meggyilok. Hát azt hiszem, egyrészt... Nem mondd azt, hogy ez mindenkiben van, igen, ezt tudjuk, és mégis azt gondolom, hogy van, akiben ez csekély mértékig, és én rosszul látom, hogy benned azért, tehát, hogy nagyon mélyről kell azt bányászni. Nagyon mélyről kell, valóban egyébként nem tudok gyűlölni. Ez nekem ez egy nem. Semmit ne? Megölöm a tesódat, kész, nem fog gyűlölni? Nem azt mondom, hogy nem gyűlöllek, nehéz gyűlölni. Nagyon nehezen megy az, hogy azt a gyűlöletet fenntartsam. Haragudni és nehezen, vagyis legalább azt már tudok, de valahogy... Legtöbbször felmentem az embert, vagy legalábbis mindig próbálom felmenteni saját magamba, vagy legalábbis egy másik történetet megfogalmazni magamba az egészről. Nyilván, hogyha a húgomat... Mondasz egy példát, nem muszáj névvel, de hogy valakire valamiért haragudtál, és utána, hogy ideologizáltad meg, hogy hát inkább szeretnék. Hát azt gondolom, mivel nekem is vannak gyarlóságaim, meg nyomorúságaim, ezért biztos, hogy az ember... Vigyázz, mert rögtön meg fogom kérdezni, hogy nem, mit azok. De én meg nem fogom megmondani. Valamit most már mondani kell, nem miért. És
És valahogy azt gondolom, hogy ha én nem vagyok tökéletes, akkor nyilván egy másik ember miért lenne tökéletes. Vannak a hibának következményei, az a, szerintem a legnagyobb következménye, amiről már beszéltünk, hogyha valaki nem képes érte felelősséget vállalni. Az az egyik, az mondjuk egy elég nagy bűn. De mit kell csináljak azért, hogy azért legalább időlegesen haragudj rám? Hát azért fogok rá haragudni egy keveset, de aztán én nem bírok létezni. Bennem ez egy olyan elrendezetlen dolog, ami vissza-vissza fog térni az álmaimba, vagy legalábbis nekem az rossz lesz, nyughatatlanságot okoz, felzaklat. Nem, nekem azt sem tudod elképzelni, hogy valamiért bosszút állj, vagy viszont ezt azt csinálja az illetőnek, ami nem lesz neki kellemes? Hát nem tudom, hogy volt-e már ilyen az életemben. Most úgy gondolkodok, de ezért nagyon jó, hogy színész lettem, mert legalább a szerepekben erre van lehetőség, ott valóban föl lehet szabadulni. De valaki tök hazudik neked, teljesen átver, direkt betesz, stb. Hát ilyen tutira volt. Hát biztos most. Biztos. El is felejted? Igen, olyan is. Jordán Tamás szokta ezt egyébként mondani, hogy el is felejti, ha rosszat csinálnak vele, és ő egyébként tényleg szerintem el is felejti. És de lehet, hogy ez van, mert én például mindig mondtam, hogy nekem el lehet mondani titkokat. Mondjuk azt válogassák meg, hogy milyen súlyút bírok el, mert tényleg nem adom tovább. Tehát, hogy van ez a tulajdonságom például, hogy ha titok, akkor nem adom tovább, és egy idő után tényleg nem el is... De nem azért, mert elfelejtem. De egy idő után el is felejtem. Elrakom szerintem, hogy olyan hátsó könyvbe vagy lemezbe eltárolom saját magamnak, hogy egy idő után elfelejtem. De... Na, de akkor nem kéne mégis a napló. És ha valaki megtalálja, ott kezdődik a probléma. Hogyha más is olvasva. Ezt nem mondod, hogy most azért hagytad tulajdonképpen abba, mert abban olyan intim dolgok vannak, hogy félsz, hogy valaki azt egyszer. Hát ne. Ugye ez megtörtént írókkal, költőkkel is, hogy nem akarták kiadni a naplót aztán. Hát igen. Aztán csak kiadták előbb-utóbb, amikor meghaltak. Igazából mindig arra gondoltam, hogy a napló az nem csak magamnak jó, hanem majd esetleg a gyerekeimnek, hogy így elolvassák, hogy hát igen, milyen volt ez az anyu, vagy milyen ez az anyu, vagy mi minden ez az anyu, és hogy mi mindentől szenved többször, ugye, mert az szerepel a naplóba, tehát ezért probléma, hogy nincs ott a boldogság, szegények elolvassák, akkor most mit fognak gondolni? És akkor a klassz, ilyen klasszikus család, több gyerek. Hát... Azt úgy mondtad, hogy a mostani férje az már életed végéig, tehát hogy az már... Te hiszel az ilyen mesékben. Hát azért, hát a mesében már nem is úgy hiszek, de azért nem lenne probléma. Igen, hogyha... tehát hogy azt már szeretnéd, hogy az már, és akkor hát, utána nem tudom, albérletből már van egy családi valami. Legalább van egy lakás. Van egy lakás, igen. De akkor szeretnéd a klasszikus több gyerek, kettesház, kutya, macska, művelni a földeket, stb. Igen, mindent. Tényleg van ilyen. Hát a macska már nem, mert allergiás vagyok rá. Na, a kutya nem, mert a férjem nehezen van vele, vagy hát velük, mondjuk lakásba pláne nem. Tehát, hogy... Hát, ha van kert. Hát, ha van kert, de hát ugye nincs kert, de ha egyszer lesz kert, akkor... Na, de olyan jól fizet ez a színész szakmát, összeszeded ezt. Nem, még ott nem tartunk. Tényleg hogy... egyébként te rengeteget játszol a saját színházaidba. Tehát nem lehet azt mondani, hogy halálra maszekolod magad, vagy benne vagy egy tévésorozatban, vagy nem tudom én micsoda. És tényleg az van, hogy a szakma nagyon nagyra tart, de nem biztos, ha kimész az utcára, akkor mindenki tudja, hogy ki az a Mészáros Blanka. Ezt nem szeretnéd? Mert egyébként az azt is mutatja, hogy több emberre vagy hatással. Hát nem tudom, nem akarom azt mondani, hogy nem lenne érdekes, hogyha egyszer úgy meghívnának egy limonádéra, csak azért, mert láttak a színházba, vagy mondjuk oda jönnének az állatkertbe fényképezkedni, nem volt sok ilyen élményem, mondjuk egy-kettő már azért volt,
az, hogy bőven jól éreztem magam. Nem, az nem hiányzik, hogy valaki léptem nyomon rákérdezzen az életemre, és turkáljon benne, vagy azt gondolják, hogy sokszor én azt gondolom, hogy ezek torzítanak annyi minden, például egy sorozat is, ugye azért szokták egy idő után ezek a nagy sorozasztárok lekeverni magukat, vagy mondjuk, hogy egy idő után már nem olyan szerepet vállalni, mert egy idő után az emberek nagy része azt hiszi, vagy, hogy te vagy az, akit te eljátszol, de hát ez nekünk a mesterségünk. Igazából ez a színjátszás lényege, hogy mi átvarázsolódunk egy másik emberén, átalakulom. Az nem én vagyok, persze saját magamon keresztül, meg az én testem a hangszerem hozzá, meg az én agyam, lelkem, de hát én azt eljátszom, nekem ez a feladatom, és szerintem ennek az a veszélye, hogy egyszer csak azt hiszik az emberek, hogy te az vagy, akit látnak ott a tévében minden este, és az nem biztos, hogy én azt akarom. Szerinted ilyen egyenes ívű maradhat a pályád, mint ami eddig volt? Mert hogy egyfolytában tulajdonképpen szakmai szempontból, meg a topon. Legalábbis kívülről így néz ki. Nem tudom, amit én kívánok, azt, hogy ezt csinálhassam még egy jó ideig, vagy legalábbis vagy hát maradjon színház, vagy talpon maradjon a színház ezekben a nehéz időszakokban. Inkább ezt kívánom. Hát biztos, hogy nem lesz ez egy ilyen egyenes görbe, vagy hogy kell mondani. Biztos, hogy sok minden lesz még benne. Elképzelhető. Na hát akkor játsszál még rengeteget. És köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Mészáros Blanka volt, most Bambóta Café vendége. Viszontlátásra.